A Tálas Barna tanár úrral folytatott beszélgetés második részét látják. Az első részben a többi között szó volt arról, hogy a tanár úr miként ítéli meg Kína globális szerepét. Fölidézte a Pekingben töltött egyetemi éveket, és azt is, miként találkozott annak idején diplomataként Mao Tse-tung pártelnökkel, majd más alkalommal az ifjú Dalai Lámával. A folytatás tehát a diplomata élettapasztalataival kezdődik. Milyen volt diplomatának lenni Pekingben? Hiszen azért az nem egy egyszerű dolog. Barátságosan fogadtak. Mindenkivel szemben tulajdonképpen távolságtartás volt. Egyrészt ez szerintem annak volt köszönhető, hogy az ottani szovjet diplomaták meglehetősen fennhéjázóan viselkedtek. Nem beszélve arról, hogy például, és nem csak a diplomaták, hanem ugye a szovjetek szakértőket küldtek Kínába, akikről kiderült egyébként, és a kínaiak is tudták, hogy nem az élvonalbeli szakértők voltak, hanem olyanok, akiket odahaza már nem volt rá szükség. Úgyhogy tulajdonképpen, és ezek olyan fizetést kaptak, amit csak még a diplomata fizetésnek is többszöröse volt. A feleségeik felvásárolták végszámra a kínai sejmeket, úgyhogy úgy viselkedtek, és ami még érdekes volt, hogy ráadásul ugye a kínai emberek pedig minden külföldire akkor azt hitték, hogy szovjet. Úgyhogy a gyerekek utánunk kiabálva jöttek, hogy Szulénautáka, szovjet idősebb testvér. Mondtuk, nem szovjetek vagyunk, magyarok. Azt így idővel már az, hogy Szugi-Sjungjeli, ezt már el tudták fogadni. No, de hát a helyzet az, hogy mint diplomata hivatalos kapcsolat volt, viszont akik kínaiul tudtak, mert hát ilyen is viszonylag kevés volt, azoknak tulajdonképpen kedvező volt a helyzete. Úgyhogy én a mezőgazdasági minisztériumban is miniszterhelyettesekkel találkoztam, harmadtitkár, más országban szó se lehetne, hogy bejusson ilyen helyekre. De ezt azt hiszem, hogy később, csak hát elég hamar. Én utána viszont 57-ben engem visszahívtak két év szolgálat után, mert állítólag Petőfi körű szellemben léptem föl a követségen, mert kétségbe vontam a nagykövetnek a tehetségét és észbeli képességeit a kori októberi viselkedése kapcsán, mert hát ugye október 30-án az beáramlottak a pekingi nagykövetségünkre a magyar szakértők azzal, hogy kérik a páncélkulcsot meg a rejtélkulcsot, mert át akarják venni a követség irányítását Kínába. Mert hogy bennünket a Rákosi rendszer küldött ki, a Rákosi gerőrendszer. Mondtok, hogy azért ácsi, hát azért hogy gondolják ezt a helyzébe? Hát itt Kínai Népköztársaság, Magyar Népköztársaság ismert el egyelőre. És október, ez ugye, hát ez már 30-a volt, de ők is csak az amerikai rádiót tudták hallgatni, mert a Szabad Európa adásait azt felerősítették Tokióban annyira úgy, hogy tudtuk, ott onnan értesültünk. A követségtől alig kaptunk valamilyen tájékoztatást. Na és akkor a nagykövet akkor már vissza volt hívva, és éppen a Hanoiból jött vissza, mert ott oda is akkreditálva volt, tehát ott elbúcsúzott, és ő azt mondta, hogy én már nem vagyok nagykövet. Itt, egyébként is honnan tudjam, hogy mi volt annak a Rákosi elvtársnak a hibája? Hát én már 1949 óta nagykövet vagyok.
és erre félhangon megszólaltam. Többek között, hogy ilyen hülyéket küldött ki nagykövetnek. Hát ennek nem örült túl. Ennek nem örült, és mellettem ült a pártitkár, aki természetesen jelent. Tehát ez volt a Petőfi köré szellembe való fellépésem. De minden esetre visszahívtak engem. Gallát is vissza akarták hívni, Galla Endrét, de őt azért a Nógrádi Sándor meg tudta menteni. A József Sanyit kitették a külügyminisztériumból. Úgyhogy hát akkor azért elég nehéz volt. Én is megváltam akkor, 58-ban a külügyminisztérium és Közgazdaságtudományi Intézethez mentem át. Engem nem tudtak kirúgni, mert én átkérettem magam a Friss Istvánnal, aki a Közgazdaságtudományi Intézet vezetője volt, de egyben a Párközpont gazdaságpolitikai osztálynak a vezetője is. Úgyhogy én csak utána 65-ben tértem vissza a külügyminisztérium állományába, amikor Varsóba küldtek ki. Egyébként ki akartak küldeni 64-be az Erdélyi Károly, akkor ő volt külügyminiszter helyettes, később a külügyi osztály vezetője, hogy Kínába ki akarnak küldeni, mondom, Karcsi, miért akartok Kínához értő embert kiküldeni 1964-be, amikor a magyar diplomaták egyebet se csinálnak, mint a fogadásokon, ahol a szovjet nagykövet jelt ad, hogy most pedig szidják a Szovjetuniót, tehát álljunk fel és vonuljunk ki. Mondom, ezért nem kell, majd ha kapcsolatot lehet építeni akkor. Na aztán így kerültem aztán ki, 65-ben Lengyelországba, mert a lengyel feleségem lévén lengyelül is tudtam. De még hagyd tegyem ehhez hozzá, hogy sajnos 1962-ben, amikor már ki nyilvánossá volt, tulajdonképpen 60 után, amikor a nagyugrás csődbe jutott, a kínaiak beszüntettek minden statisztikai adatszolgáltatást. Ez történt egészen 1977-78-ig. Tehát nekem, mint Kína kutatónak, mint gazdasági közgazdász Kína kutatónak, abba fel kellett függesztenem, úgyhogy én utána foglalkoztam KGST-vel, Lengyelországgal, más, mert Kína kutatáshoz nem volt muníció. Nyelvtudást nem kapottál? Kopott természetesen, de én arra ügyeltem azért, hogy bárhol voltam, bárhol a kínai folyóiratok, újságok jöttek nekem, kínai rendezvényeken, ha voltak, akkor azért részt vettem. Csak hát a kulturális forradalom idején a kínai diplomaták sem mertek velünk szóba állni, az volt a helyzet. Úgyhogy Lengyelországban sem tudtam nagyon a kínai diplomatákkal kapcsolatban. És nagyon-nagyon megkopott. Hát azért 20 éve az ember nem használja. És ugye érdekes dolog a kínaiban, hogy az ember a fonetikai elfelejtem, hogy kell kiejteni. Az írásjegy, és itt tudom, hogy mennyire fontos a kínai írásjegy. Az írásjegynek tudom a jelentését, de nem vagyok már biztos benne, pláne, hogy az intonációban hogyan kell ezt kiejteni. Nem beszélve arról, hogy ezt shanghai tájszólásban vagy kantonita egészen másképpen ejtik ki, ami nem is hasonlít arra, amit a kójűbe vagy a nemzeti nyelvbe érzének. 90-ben meghívtak Tájvánra. Külön élmény volt, amikor tájvaniakkal beszélgettem, hogy elmondta, hogy mennyire érdekes, hogy én pekingül beszélek. Mert ők viszont a kójűt, ami azért nem a pekingi dialektusban van. Mert a pekingi dialektusnak van egy zamata. Úgyhogy tehát abban reménykedni, hogy a kínai nyelvet át fogják állítani valami romanizált, tehát latinbetűs átírásra, én abban nem hiszek. Abba, hogy a kínai írásjegyeket még többen fogják megtanulni a világon, főleg, hogyha a tudomány fejlődésében is Kína olyan mértékben fog fölzárkozni, vagy akár előre törni, akkor egyre többen fogják a kínai nyelvet is megtanulni.
azért nem véletlen, hogy azért már Magyarországon is vannak szülők, akik olyan gimnáziumba vagy iskolába adják a gyerekeiket, és ilyen azért ma már elég sok van Magyarországon, ahol kínai nyelvet is lehet tanulni. A te gyerekeid megtanultak kínaiul? Nem. Hány gyerek is van? Három. Két lányom van, és úgy van, hogy lányom fiam, hát a Tálas Pétert azt azért többen ismerik, tekintettel arra, hogy mint biztonságpolitikai szakértő többet szerepelt utána a tévébe is, meg rádióba. Ők viszont lengyelül megtanultak. Két hölgyet, hogy hívják? Anna és Ágnes. Az Ágnes lányom az Ágnes Judit, ugye? Ő néptánc és népdal, népjáték oktató. Érdekes módon ő arra szakosodott, hogy óvónőket képez ki arra, hogy a népdalokat és néptáncot, mert népi játékokat már tulajdonképpen az óvodától, vagy most már olyan is van, hogy a bölcsődébe kezdik tanítani, mert hogy ez tulajdonképpen egyrészt ez közösségépítő, másrészt pedig olyan tulajdonságokra tesznek szert a gyerek, vagy képességekre gyerekre, aminek más területen is hasznát veszik. Úgyhogy ő azzal foglalkozik, a Péter az követte az én nyomdokaimat, azzal, hogy hát ő ugye, ő is a nemzetközi kapcsolatok, csak hát a biztonságpolitika. Az idősebbik lányom az most megy nyugdíjba, ő viszont lengyel orosz nyelvtanár volt, és 80-as évek végén végezve a rendőrtiszti főiskolára került, mert akkor ott bevezették, érdekes dolgok ezek, a lengyel nyelv tanítását is a leendő rendőrtiszteknek. Hát mert akkor éppen az volt a helyzet, hogy ugye a lengyel piacok voltak, meg mindenfajta ilyen dolgok. Igen, ám csak 94-ben pedig már azt mondták, hogy hát nincs nekünk arra szükség, hogy rendőrtisztek lengyelt vagy, de még csak orosz se nagyon kell tanulni. Tanuljanak csak angolt, meg németet. Úgyhogy végül ő átkerült a büntetés végrehajtáshoz, mint nevelőtiszt, mert viszont az orosz, meg az ukránt, meg a lengyelt is ott jobban tudtad alkalmazni. De akkor a kínai kimaradt a gyermekek. A kínai kimaradt, úgyhogy a lányom az tulajdonképpen, azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, 4 vagy 5 évvel ezelőtt ment ki megnézni az, hogy hol született Pekingbe, abba a Szihe Yiyuanbe, amit egyébként még annak idén az amerikaiak építettek a század elején, és ilyen nemzetközi kórházá vált. Úgyhogy én nálam egy ilyen tradíciókövetés nem volt. És Kínához hogyan kapcsolódsz? Hiszen tehát nagyon magas szinten tudod elemezni, szintetizálni a Kínával kapcsolatos információkat, következtetéseket levonni. Szereted Kínát? Szeretem Kínát, tisztelem Kínát, tisztelem a kínai embereket, még ha azok tanulatlanok is, mert ezekben az emberekben azért benne van egy olyan tudat, hogy ők egy nagy nemzetnek, vagy nagy népnek a leszármazottai. És azt úgy szoktam mondani, meg ez volt az élményem, hogy valahogy, amikor Kínába kikerültem, hogy ezek az emberek időtlenségbe élnek. Tehát föl se teszik azt a kérdést, hogy mi lesz a jövőben, meg hogy az életfelfogás is. Szóval számukra az egyértelmű, hogy kínai ember mindig volt, és mindig is lesz. Az, hogy egy-egy embernek a sorsa milyen, az véletlen. Na most nagy élmény volt számomra egyébként még az is, érdekes módon, hogy rádöbbentem arra, hogy különösebb túlvilági életreménye nélkül is lehet élni. Hát valójában
a kínai emberek nem vallásosak. Na most én nekem is mindig is egy kételkedés volt abba, hogy bármilyen vallásnak a tanításait olyan mértékben magamévá tegyem, hogy abban van az igazság. Mert én mindig is úgy álltam hozzá, hogy az igazság az, amiről az ember meg tud valami módon győződni. És olyan kérdést föltenni, nincs sok értelme, hogy mi lesz a halálom után. Most ez Kínában megerősödött bennem. Mert a kínai emberek tisztelik az őseiket, lehet, hogy van valami elfog, hogy a szellemük az megmarad, és, de se a taoizmus, se a buddhizmus nem tudott olyan mértékben gyökeret verni Kínába, hogy az általános állam vallássá váljon. A konfucianizmus az pedig nem vallás, még ha különböző szertartások is vannak, mert az egy erkölcsi, az egy világszemlélet, vagy inkább társadalom filozófia, hogy hogyan kell berendezkedni egy társadalomnak. Na most, és ebben, és ez megint a jövő szempontjában nagyon fontos, hogy a tanulás az rendkívül fontos. És hogy bizonyos tisztségeket bárki betölthet, ha megszerzi azt a tudást, ami ennek a tisztségnek a betöltéséhez. Igaz, hogy sok minden haszontalan dolgot kellett megtanulniuk, de ezek az állam hivatali vizsgák, amik most újra bevetésre kerülnek, hogy meghatározott vizsgákat le kell letenni annak, aki állami tisztviselő akar lenni. És ezek olyan tudást igényelnek, vagy olyan vizsgákat is, ami nem az általános tudással, hanem azzal függ össze, hogy hogyan kell embereket irányítani, meggyőzni. Tudom, hogy rendszeresen követed a Kínával kapcsolatos híreket, eseményeket. Ha valaki szeretne legalább valamilyen szinten Kínáról tanulni, tudni, megérteni egy kicsit, akár üzletember, akár egy akadémikus, vagy egy diák, egy fiatal, aki esetleg gondolkodik azon, hogy például ilyen tanulmányokat folytasson, akkor hogy kezdjen hozzá? Hol van a nyíl ezen a labdán? Hát nézd, tulajdonképpen mindenképpen el kell sajátítani a nyelvet. Na most erre a nyelv elsajátítására arra tulajdonképpen már nagyon jól kialakult módszerek vannak. Tehát azt, amit mi másfél év alatt tanultunk annak idején, az szerintem egy fél év alatt már meg lehet tanulni, és másfél-két év alatt olyan modern kínai nyelvtudásra lehet szert tenni, amivel már tulajdonképpen a kínai szövegek, modern kínai szövegek olvasása, most nem szakszövegekre gondolok, mert azért itt még azt sem mondanám, hogy valaki, aki két-három évet tanult, hogy a kínai szépirodalmat zavartalanul tudná olvasni. Ez sok esetben még a kínai is szótárt vesz elő, ahhoz, hogy bizonyos dolgokat megnézzen. De azért azokra a gondolatoknak a közlésére, ami a világ áttekintéséhez szükséges, akár a politikában, akár a közgazdaságban, akár a történelem tanulmányok során, azt el lehet sajátítani. Tudnélik, a nyitja ahhoz, hogy te Kínát megismerd, ahhoz azért a kínai nyelv és a kínai írás ismerete szükséges. Tehát így kell valahogyan. No most ezért okos dolog az, hogyha valaki a nyelvet már középiskolás korában megtanulja, hogy amikor már valami szakmát kell tanulni, akkor már azt a szakmát a kínai nyelven is tudja elsajátítani. Mert ez szerintem a titka. Kínát belülről külföldi ember még akkor is nagyon nehéz, hogy pont megismerje, ha évtizedekig él ott. Előfordulhat, de
de rendkívül, rendkívül nehéz. Több évtizede, ugye 1950 óta foglalkozol Kínával, személyiségek történetét személyiségek vannak-e, akiket az evidens vezető politikusok mellett kiemelkedőnek tartasz, vagy rendkívül jelentősnek tartasz? Hát nekem az életem során volt néhány ember, akinek a például a Sun Yefang. Ő a Közgazdaságtudományi Intézet vezetője volt 1957-től egészen 1964-ig, amikor leváltották. 1982-ben, már a reform után, következő kongresszuson a kommunista példaképnek, Mo Fang Kung-chang-tang Yuan, példának szolgáló pártnak, itt tudnám lefordítani. Ezt a minősítést kapta. De ezt megelőzően 7 évet ült Mao Zedong börtöneiben, 64-től tulajdonképpen, 73-ig, 74-ben akkor már onnan kiszabadulhatott, amikor először a Deng Xiaopingot is rehabilitálták. Ő vele úgy ismerkedtem meg, mint ő a statisztikai hivatal elnöke volt az 50-es években, úgy nem ismertem, hanem 58 karácsonyára jött ide, onnan tudom, mert a fiam akkor született, és tanulmányútra Magyarországra. És neki már akkor az volt a javaslata, hogy az árugazdaság törvényszerűségeire kell építeni a tervgazdálkodást is. Tehát az értéktörvénynek érvényesülni kell, mert különben csődbe fog jutni a gazdaság, és kritizálta a nagyugrást is. Hát ebbe bukott bele tulajdonképpen. Ő volt az, aki 78-ban írt nekem személyesen egy levelet, hogy szívesen eljönnének Magyarországra tanulmányozni a magyar gazdasági reformot, ha el tudnám intézni azt, hogy fogadják őket. El tudtam intézni részben olyan emberek segítségével, mint Marjai József, aki akkor miniszterelnök helyettes volt, vagy Gyenes András, aki a pártközpont külügyi osztályának volt a vezetője, mert vállalták annak az ódiumát, hogy azt neheztelni fognak a szovjet elvtársak, hogy mi kínai tudósokat fogadunk. Sajnos a Sun Yefang, akkor már olyan előradott, már rákbeteg volt, hogy személyesen nem tudott jönni, de a helyettese jött, és összesen 4 kínai közgazdász fogadtunk. Ezek mentek úgy vissza, hogy meggyőződtek arról, hogy nekik ezt az utat kell követni, amit már említettem korábban. Úgyhogy én őt tudnám. A másik az érdekes módon, az két olyan barátom, az egyik az aspiráns vezetőm volt. Pontosabban nem is a vezetőm, hanem a konzulensem. A Szűhöl. Utána ő a Népi Egyetem professzora lett, úgy menj nyugdíjba. A másik, az pedig a marxizmus-leninizmus és Mao Zedong eszméi intézet vezetője volt 89 júniusáig, amikor is jobbnak látta a nála lévő útlevelét arra felhasználni, hogy disszidáljon, felszállt egy Párizsba menő repülőgépre, mert ő meg a Cao Ceang miniszterelnöknek volt a politikai reformok tanácsadója. És letartóztatták volna őt, mint jobboldali renegátot tulajdonképpen.
Utána vele is már úgy találkoztam, hogy Amerikából jött ide 92-ben látogatóba. Ezek az emberekkel miért? Mert tulajdonképpen egymástól függetlenül jutottunk arra a következtetésre, amit én a nagydoktori disszertációmban fejtettem ki, hogy létező szocializmus, mint szocializmus nem létezik. Tudnék, az a marxi elgondolás, vízió, hogy egy osztály nélküli társadalmat egy szocialista forradalommal, erőszakkal néhány évtized alatt fel lehet építeni, ez utópiának bizonyult. Na most ők is azt fedezték föl, hogy Kínának, nevezzük bárminek, de legalább 100 évre van szüksége ahhoz, hogy behozza azt az elmaradását, ami egy tényleg egy osztály nélküli társadalom kiépítéséhez szükség volna. Tehát azt úgy fogalmazták, hogy a szocializmus építésének kezdeti szakaszában vagyunk. És amikor föltették ezt a kérdést Deng Xiaopingnek, azt mondta, hogy hát ez legalább 2050-ig el fog tartani, olyan nagy izéket lehet, mint 2021, amikor a kínai kommunista párt megalakulásának 100 éve, évfordulója, vagy 2049, amikor a kínai népköztársaság megalakulásának ugyancsak centenáriuma lesz. Ezek azok a lépéshatárok, amin belül lehet gondolkodni, hogy Kína elér egy közepesen fejlett ország színvonalát. Még mindig nem a legfejlettebbet. Na most ez az a reálpolitika, ami tulajdonképpen biztonságot ad számomra, legalábbis gondolatba, hogy azért ezekkel a kínai emberekkel lehet lesz sok többet végrehajtani. Mert nem tűznek ki olyan őrült eszméket, hogy 15 év alatt utolérjük Angliát, vagy a Hruscsovék az Egyesült Államokat. És ugye hova jutottak? Tehát ugye, mert Mao Tse-tung is azt hiszi. És Mao Tse-tung tulajdonképpen azért hajszolta bele Kínát a nagyugrásba is, mert ő akart példát mutatni arra, egyébként Sztálin tanításait követve, hogy át lehet ugorni természetes fejlődés szakaszokat, amit Marx eleve kizártnak tartott egyébként, hogy ugye, hát ez való, ha én azt mondom, hogy itt szocializmus lesz, vagy kommunizmus lesz, akkor az lesz. Hát egyenlősíteni kell mindent. Az, hogy ez hova vezetett? Hát Kínában 30 millió ember pusztult éhen tulajdonképpen. Ezt csak onnan lehet megállapítani, hogy nézi az ember a népesedési statisztikát, és hirtelen egy ilyen görbe következik be. Ami nem azt jelenti, hogy mindig ilyen, de különböző betegségek, stb., meg a természetes szaporulat is lecsökkent, de hát ilyen következményei voltak. Mi volt, onnan tértünk el, mi volt egy a kérdésbe? Kiemelkedő személyiség. Ja, igen, a személyiség. No, szóval ezekkel az emberekkel kiderült, hogy Marxot tanulmányozó, mert tulajdonképpen én a nagydoktori disszertációmat 1975-ben 60 határoztam el, hogy benyújtok egy ilyen disszertációt, mert akkor már a külügyi intézet igazgatóhelyetteseként dolgoztam, de még a külügyminisztérium állományában. És kitűztem azt, hogy a szocializmus építésére objektív és szubjektív nehézségei a népi Kínában. Ezt akartam, hogy bemutassam azt, hogy tulajdonképpen itt milyen, hogy egyáltalában alkalmatlanok az ilyen országok arra, hogy ilyen célokat tűzünk, hogy osztály nélkül társadalom képíti. Ja, és ahhoz, hogy ezt meg tudjam írni, én megpályáztam egy munkavállalással egybekötött tanulmányutat Moszkvába a
távol-keleti intézetbe, Institut Dálnóvasztóka, ahol tárgykarokkal fogadtak engem, és fölvázoltam azt, hogy miről akarok írni. A Szlatkovszki volt az igazgatója, és egy rettenetesen korlátolt pártember volt. Tálas elvtárs. A lehető legjobb témát bizonyítsa be most már nekünk, hogy már pedig Kínában nincs szocializmus, és nem is lehet a Mao-Zedong-i vezetéssel. Hát én erre elkezdtem ott tanulmányozgatni a dolgokat, meg értek engem a impulzusok, többek között. Nás a biográfia címmel megy egy 70 részbe álló sorozat a 70. évfordulóra. Már a Szovjetunió 70. évfordulója. És eljutunk 1956-ig. Ja, a második világháborút egyébként Brezsnyev nyerte meg, mert hát azok, ahol ő vett részt a harcokban, az volt a legfontosabb, ugye? A sorozatban. Igen. És 56-ban, 20. kongresszus, nem azért mutatják a Hruscsovot, mert akkor Hruscsovnak a nevét nem volt szabad leírni a Szovjetunióban, hanem egy diktor, ahogy szokták mondani, egy bemondó, ott mondja azt, hogy mit mond a főtitkár. A kis kopasz fejét lehetett látni, de csak úgy messziről. És akkor úgy elkezdtem gondolkodni, hogy azért hát 70 évnél itt tart ez a társadalom. Meg a barátaim akkor mondták, hogy hát tulajdonképpen az érettség ott kezdődik a Szovjetunióban, ha a gyerek már el tudja dönteni azt, hogy mit kell mondani az iskolába, és mit lehet otthon mondani. Tehát sikerült létrehozni 70 év alatt egy olyan skizofrén társadalmat, ami ezt természetesnek veszi, hogy mindig a hivatalos véleményt kell ismételgetni. És sajnos ez Kínában is így alakult, és még ma is sok esetben így van. Itt hadd vágjak közben, mert már régóta töröm a fejem azon, hogy a kulturális forradalom borzalmai tulajdonképpen hogy illenek ebbe a képbe. Ez egy olyan szakasz volt, hogy a Kína több ezer éves történetében, amire volt esetleg példa? Hogyne. Hát a példaképe Mao Zedongnak, és a bevallott példaképe a Qin Shi Huangdi volt, az első kínai császár, aki egyesítette Kínát. Hát ez például a konfuciánus tudósokat, azokat élve eltemette. Az, hogy kiirtottak családokat egy ember bűneiért. Szóval ezek ott természetes velejárói voltak az akkori társadalmi fejlődésnek. Ezek persze másutt is előfordultak. Nagyon... Szóval úgy persze olyan, hát az egyik jó ismerősem, aki itt volt, a shanghai étterem tulajdonosa, az 14 éves volt akkor, és ezért volt, és egyik, ő is verte azért a tanárait. Szégyellik ezt, de inkább úgy feledés homályában, hogy ilyen volt. Sok mindent kibírnak a kínai emberek, és még sok mindent ki fognak bírni, mert azért hát egy ekkora országban mindig is hol itt ürtötte fejét az éhínség, akkor is a különbele jót. Hát mindahogy most az embereknek ki kell bírni, még mindig nem jönnek rá, hogy az ember okozta ezeket a klímaváltozási katasztrófákat. Hát itt ugye azzal vagyunk elfoglalva, hogy most a menekül vagy a migránsok hány embert öltek meg itt, meg ott, meg amott. Az, hogy egy árvízbe meghal annyi ember, amit az összes migráns által végrehajtott gyilkosság,
nem annyi, csak hát ez nem kerül az érdeklődés középpontjába. Tehát itt arról van szó, hogy a kínai emberek el tudták viselni azt, jellemző dolog volt. Előtt annak idején a Juhász Ottó barátom tudott példákat hozni. Kulturális forradalom idején a követség előtt tüntetnek le a modern revolúciósokkal, eltorzult arccal, 6 óra fájrott, beszélgetve, utána már jöttek ki a követségből és integettek nekik is. Ki? Ez volt a feladat. Ha azt kell, tüntetni kell, szidni kell a modern revizionizmust, akkor szidjuk. Végrehajt a kínai ember egyébként nagyon jó alany arra, hát ahogy Mao Tse-tung fogalmazta, olyan, mint a tiszta fehér lap, amire a legszebb kínai írásjegyeket is rá lehet írni. De a legkegyetlenebb dolgok végrehajtására is rá lehet venni. Hát voltak a gyerekek, akik a saját szüleiket jelentették föl, és juttatták börtönbe, mert ugye ez volt az elvárás. Utána persze szégyelték. Itt beszélgetünk nálad Enyingen, köszönjük szépen a lehetőséget. Az asztalon egy magyaros terítő, a falon viszont kínai motívumok. Van történetük? Hát tulajdonképpen azt a nagy követség ajándékba adta nekem. A helyzet az, hogy Enyingre ugye egészségügyi okokból költöztem le, de nem bántam meg, mert én most már kutató munkával nem igen fogok foglalkozni. 90 évemet betöltöttem. Tulajdonképpen azért még 2012-ben, amit írtam, mint tanulmányt, a kínai civilizáció újabb reneszánsza, abban én azt hiszem, hogy azért már úgy fölvázoltam mindazokat, amikre azóta csak megerősödtek bennem ezek a gondolatok, hogy itt a kínai civilizáció újabb reneszánszától azért várhat valamivel többet az emberiség, mint amire számít. És azért érzem magamat tulajdonképpen boldog embernek olyan értelemben, hogy azzal foglalkoztam életemben nagy részében, amit élvezetnek találtam. Kétszer nősültem ugye a második feleségemmel 82-ben, 80-ban Svájcban ismerkedtem meg, a magyar volt egyébként, 68-ban férjével együtt disszidáltak Csehszlovákiából, amikor a szovjet bevonulás történt, közben Amerikába is jártak, a férje meghalt, és a testvér, a húga az a szomszédom volt, és így ismerkedtünk meg. És tulajdonképpen ő volt az, aki azt mondta, hogy ha tudta volna, hogy én olvasta volna, amit a Kiki csodában magamról írtam, hogy a hobbija, odaírtam, hogy a munkám. Akkor nem biztos, hogy eljött volna Svájcból Magyarországra, mert bizony, amíg aktív voltam, és ez azért 83-ban, 84-ben költözött át végleg, és én ugye 92-ig voltam aktív, addig nem nagyon látott engem otthon. Vagy legalább keveset, és még amikor otthon voltam, akkor is dolgoztam. Tehát az ember örülhet annak, hogy a munkája abba élvezetet vagy kielégülést nyer, de ez nem biztos, hogy a környezet számára is jó.
Úgyhogy ma már ezzel a fejjel azért más időbeosztással dolgoztam volna, mert ahogy bevezetőben említetted, ha hajnalba kellett és a rádióból telefonáltak, akkor hajlandó voltam korábban fölkelni, elmenni, azért, hogy beszélgessünk. De hát a helyzet az, hogy én ezt a Kína iránti érdeklődésemet, az mindig is tulajdonképpen nem csak Kína iránt volt az érdeklődés, hanem inkább a világ eljövendő helyzete és sorsa, hogy egy olyan nép vagy nemzet, aminek ekkora kultúrája és civilizációja van, hogy az vajon hogyan fog egy modern világba beépülni, és ennek következtében, ha Kína visszanyeri azt a helyét, ami őt megilleti, hogy az hogyan fog hatni a világra. És még mindig vannak kétségeim, hogy megengedik-e ezt Kínának. És nem lesz egy olyan ötlete valakinek, hogy ha már jelenleg a világ legnagyobb haderejével támaszkodhatom, ne csapjak-e oda. És annak mi lesz a következménye? Reméljük, nem lesz ilyen. Reméljük. Ebben csak reménykedni lehet, de biztosak nem lehetünk benne, mert az emberiség az önpusztításban már olyan szép példákat mutatott az elmúlt évezredekben, aminek az elkerülését nem lehet kizárni a jelenlegi helyzetben sem. Köszönjük szépen. Hát ennyit.